csömöcsöt, ezt a csokoládé! Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Kiper jelentkezik a következő 7 Days to Die videóba, és megint a piros púcsba vagyunk. De szerintem vágjunk bele a lecsóba, aztán akkor veretjük, mint a veres egyházi. Hoppá, kellene innom. Azt sem tudom egyébként, mi történik, mert kihagytunk egy napot, hogy a videót elkészítsük. Isten, what the fuck? Mi ez a sok szar nálam? Jaj, nem tudom egyébként, meg mit beszélek. Ja, vettem egy csomó kaját, azokat el kellene pusztítani, ugye tök mindegy, hogy mikor eszed meg, ugye szokott lenni ez a dolog ezzel kapcsolatban. Ja, meg még lehet, hogy tudok csinálni egy darab húst, ami nem sokra elég. 26 kaját fogunk tölteni. Jó, mindegy. Mindegy, no problém, hogy gyerekek. Elmenjünk még esetleg kaját szerezni? Erre még elnézhetnék, nem? De akkor viszont gyalog kellene mennem, hogy... Úristen! Mekkora akadás volt az... Baza! Eldrop, ore! Eldrop, de nem is látom! Ott ment! Gyorsan fölmegyek! Megnézzük végre, talán egy airdropot el tudunk kapni, hallott, akkorát laggolt. Mert ugye amíg zuhan, addig esetleg meg tudom látni. Bár nem sok helyünk van, bár 8-at túl vagyunk terhelve, Keeper olyan hülye vagy, mint a föld. De mindegy, gyorsan, ugráljál, Keeper! Ja, meg a küldetésünk ugye lenne, de hát most hadd ne legyen, mert nem akarjuk. Bazen, hol repült ez a repülő? Bazen, miért nem látom az airdropot? Valahol kellene, hogy lássam. Gyerekek! Semmi, ugye? No, semmi. Itt repült el. És mégsem látom. Tényleg, abszolút nem látom. Ez a szomorú, gyerekek, ez a szomorú. Menjünk egy picit még feljebb, hátha. De baj, ha úgy dobta le, hogy... Nem hiszem el, egy darab büdös airdropot nem tudok megszerezni magamnak. Na mindegy, vadászunk egy kicsit, szerezzünk valami húst, hát ha találok. Nyúl, csirke, bármi jöhet, és azt nem a kiégett földön kellene meg a robbantottan szerezni. Jöhet a tojás is, ha van, de nincsen, mert mély lenne, mert mély a búsak vagyunk. Micsoda oszlop, gyerekek! A majmok, nem a majmok bolygója, hanem az űrodessziából. Nem látok egy rohadt élőre. Ott az mi? Ott egy kutyáma, ott egy kutya. A kutya is jó lesz ám a Keepernek. De jó, mert a kutya az támadásos. Meg az jó nagy, meg igazából nem fut el. Meg is öltük. Szerzünk egy kis kaját, mert eléggé le vagyunk azért amortizálódva kajaszi ügyileg. 3-6. Sok. 3-6 sok. Nézzünk körül. Egyébként érdemes, hogy fölmenni valamire, és körülnézni, mint hogy rohanni. Mert hát, hogyha észreveszel egy állatot. Ott egy tyúk, gyerekek. Na, lesz egy tyúkunk is, úgy látom. Árazzunk be. Álljál meg, tik. Ezt futás közben biztos nem kell kapni. Hallod? Ez meg házhoz jött a pofonért, gyerekek. Nagyon jó. Valahogy le akarom lőni a tyúkot, erre megtámad a hús. Mindjárt azt a tyúkot még valahogy. Nem volt betárazva, mare! Leült. Meg volt a tyúkacska is. Ó, hatékonyak vagyunk. Szeretem, amikor hatékonyak vagyunk, gyerekek. Imádom. Farkon lőttem. Jó, egész jó a hitbox is egyébként ebben a játékban. Minden. Azt mondom, hogy ez a játék kezd a tökéletes lenni. Grafikailag persze nem úgy néz ki, mint egy next gen játék, de hát hogyan is részhet neki, amikor ilyen szintű... ahogy nevezik azt, amikor tudod alakítani a területet? Sasoljunk, gyerekek, nézzétek, hol van egy állat, ott viszont van egy táska, nem? Meg itt is egy táska, ezt lehet, hogy meg nem néztem meg. Ahol eljövök Luton így, ezt nem viszem el. Klék kell, fa kell, jaj, hát ez nagyon jó! Itt is egy táska.
Táskákba Lighting Armor. Ez Mobility plusz 6-ot adna, meg Noise Inc. Ez jó, gyerekek, várj, ezt meg elvisszük. Igaz, hogy ugye kevesebb a védelme, viszont gyorsabban mozgunk be, meg ilyen ügyességek, amik jó. Ezt várjátok, scrapeljünk közben, jó? Azt hadna vigyem. Ezt a 4 csövet leszkrepelem. Ezt a 2 fát hat ne vigyem. Jó, egyelőre. Oké, mit akartunk? Ja, azt a ruhát majd megnézzegetjük. Csak még egyelőre az rá, a zombi. Ott egy nyúl. Ott egy nyúl. Ott egy nyúl, és áll, most megmozog. Na jó, nem, ott, megáll, akkor lelövöm. Innen, bazeg. Hát ez nem jött össze. Jó, felém mozog. Nem érdekel, ezt nyúlra vadászunk. Meg is volt. Jó, az egész jó, sok a kaja itt. Mi ez? Nyilvesszöm. Tojás, tök jó, mert abból jó kaját tudok, és csinálok majd tábortüzet ideiglenesen valahova. Ott is mozog valami, a kő mögött, azt majd megnézzük. Jó, te fiú, hát miért úgy mész, mint egy idióta? Ott volt a kő mögött egy, ott a nyuszi. Nem volt meg. Van a baj, hogyha nagyon közel mész, akkor meg észrevesz, akkor meg az a gond. Hogy? Meg volt az is. Ó, oh, ez egyébként, ez a nyílt puska, ez egy imádni való cucc. Ez egy imádni való cucc. Ez baró jó. Csak a nyílveszőket kéne visszaszereznem, mert ezt hülyén csinálom, hogy mindig ott hagyom. Jó, nézzük. Valami? Mennyi húsunk van még? Vagy már? Van 34 húsom, gyerekek. Baró jó vagyunk. Baró jó vagyunk. Menjünk visszafel, aztán esetleg látok még, akkor azt leijászkodom. Tekerem, nézem a felderítjük a dolgokat. Tudom, túl vagyunk terhetve héttel kellene még egy ládát csinálni, majd maximum lerak. Maximum majd szétverjük őket, ugye? De muszáj lesz, mert nem tudok lepakolni. Sasoljunk ezzel, erre még bal oldalt ugye még lehetnek. Igaz, hogy itt a kiégett földön valószínűleg már nem lesznek. Úgyhogy akkor inkább erre megyek. Tojás. Tojás jó lenne, mert a tojás az nagyon jó dolog. Jobb kaját tudok csinálni. Kezdem egyre jobb, az a durva, hogy kezdem egyre jobban élvezni ezt a játékot, de tényleg ilyen tök jó imád, élem. Ugye egyre jobban belerázódsz, az elején a felfedezésre már jó, utána meg az, hogy amikor elkezdett elsajátítani a dolgokat, ugye innen lelövöm. De elhamarkodtam a mozgás közben. Azért annyira gyorsan nem ér oda a nyílvessző. Pedig annyira bírtam volna, hogy eltalálom. Mert ezt meg fogom ölni, akkor jó, kettő zombi is. Egy. Kettő. Baró jó. Hát itt annyi XP-t tudsz szerezni. Ferikében pont ezt mondtam, hogy elköltözök ide. És mondta, hogy itt baza, itt XP farm lenne folyamatosan. Na tényleg, itt föcsögnek a zombik. Még annyit is csinálok, hogy ide elmegyek, azt kóricálok egy kicsit. Azt már is van egy csomó XP-m. Meg elvileg azt mondtátok, a loot az sokkal jobb itt. Minden téren. Hát akkor meg mindenképpen jó lesz.
Ja, jó, túl vagyunk terhelve. Sajnos ezt nem jól csináltam, hogy eljöttünk így, de legalább szereztünk egy csomó kaját, és kell csinálni egy tábortüzet ideiglenesen. Addig, amíg. Zombi vagy nyúl, vagy bármi. Semmi. Okay. Na ide kell csinálnom még egy ládát, mert az nekem nagyon nem lesz jó. Craft. Ne, ez nem biznisz, hogy itt nem tudok kipakolni. Elvég rá tudom, nem tudom rárakni, de ide falra. Jó, ez így lesz. És akkor megint kipakoljuk az olyan dolgokat, amik nem kellenek. Ez nem kell. A kajákat megehetném, azt akkor nem lesz rá gond, nem igaz? Oké. Okay. Ami nem kell abszolút, az ez. Roncs. Ez a kávécuc. Ez se kell, ez se kell. Baseball ütő az elképzelhető, hogy kell. Ez nem kell, mert ez aladásra vagy. Ezt mindjárt megnézem. Majd közben főzünk kaját, úgyhogy ez maradjon, meg ez a hús is. Még ezt együk meg. Ezt leszekreppelem, ez menjen be, ez is menjen be, ez is menjen be. Ez tök nagyot sebzettem. Mennyit sebed ez? 31-et. De 22-t. Úgyhogy még meg is van tuningolva, ugye? Lánc, ahol megtuningol. Mindegy, ezt használjuk ezt egyelőre. Ezt is berakom, ezt is berakom, ezt is berakom, ezt is berakom, ezt is berakom. És a kaját meg majd mindjárt megcsináljuk. Jó van, gyerekek. Jó. Oké. Okay. A tollat is berakjuk, meg ezt is. Frankók vagyunk. Csináljuk, folytassuk szerintem az építkezést. Igaz, hogy nappal van, de teljesen tök jól vagyunk. Ezt meg fel kéne vennem. Jó, de nem akartam felülni rá az ember. Ja, valami van az inventoriba. Pakoltam ebbe bele? Ja, hát igen, amit áthoztam. Oké. Okay. Semmi gond. Mert akkor ezeket is belepakoljuk. Ezt is, 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 ezt is. Mi azt gondoltam, hol vannak a köveim, de rájöttem, hogy a másikba lesznek. Az, van itt minden. Itt is van acél, meg össze-vissza, meg mennyi kő. Nem baj, ezek maradjanak egyelőre így, ugye? Jó van, gyerekek, Gablestone-t majd kell gyártanom rengeteget. Mennyi izém van? Mennyi kléjem? Van bőven 2500. Oké, és kacok, szerintem jó vagyunk, kellene tovább építkezni, nem? Ez lehet, hogy kinyitom aztán, hogyha jön valami, akkor azért tudok egy kicsit lövöldözni, mert bírom, hogy itt lehet azért néha zombit meglátni. Oké, de viszont építkezést az jó lenne tolni neki. Fölveszem. Más nagyon nekem nem is kell, kaja szinten, pia szinten egész jó. Igen, majd el kell mennem vízért, nem tudom itt hol van a közelben legközelebb víznyerő hely. Hát lehet, hogy rohadt messze. Itt van a... Úgyhogy nem olyan nagyon messze, vagy le tudok menni vízért. Az tök jó. Okay. Viszont tovább kell építkeznünk, mert ebből nem élünk meg, és magát nem fogja felépíteni ugye a bázist. Úgyhogy ezerre vágjunk neki. Bocs gyerekek, de még mindig építkezés van, most egy pár részig tényleg az lesz. Néha elmegyünk kajáért, meg esetleg lootolgatunk egyet, meg néha egy-egy küldetés, de inkább az építkezésre akarok ráfeszülni most, ami hogy nekem jobban fekszik. Úgyhogy kopogassuk ezerre ezt a falat. Benyomották egy kávét, nem azt akkor mégis, még gyors. Figyeljetek, nyomjunk be még egy kávét. Mennyi skillpontot is kéne növelni? Mennyi skillpontunk van? Elég van egy, és akkor meg tudom növelni, ugye, kettesre ezt. Utána, hát figyeljetek, ezt ki akarom maxolni, ezt a tironna, a szexuál tironna szaruszt, mert akkor legyen már maxon, nem? Ezt kimaxoljuk, és akkor ez, erre nem kell raknom. Ez lesz a megoldás. És koppogatunk ezerre, ez van. Lehet, hogy beküldünk majd egy kávét, hogy gyorsabban. Bár ez is egész jó, és négyesen van, ez a szexuál tiranoszaurus, és mondhatné, hogy nem kell agorni ezt a minami után, de ugye, hogyha raknék rá, akkor gyorsabban is ütnék ki a blokkokat, úgyhogy emiatt is pakolunk rá, és tényleg bocs, hogy sok az építkezés, de Keeper most rá van függve erre. És tök jó, hogy elmondtátok, hogy csináljuk meg minden fablokból, lesz egy csomó XP-m, hogyha felupgrade-elem, meg még ráadásul így vissza is lehet szedni, mert ugye, hogyha kő
blokkot csinálnak egyből, az biztos, hogy tudom szerni, úgyhogy az is egy hülyeség. Ami nem hülyeség, hanem hülyeség abból csinálni. Mondom, gyerekek. Hát kövem az lesz bőven. Viszont a kő az meg kell a cementhez, ha jól sejtem. Úgyhogy az is jó lesz. Most azt úgy kell kisütni. És megpróbáljuk megcsinálni ebbe a részbe. Elmegyünk, hogy megcsináljuk az es. Ugye mi volt, az fújja ott a szél a izéket, várjál. Ja, fúj a szél. Megcsináljuk az első, második, harmadik. A harmadik nem lesz több, nem lesz több. Nem lesz több, szerintem. Hogy legyen még egy védelmi vonal? Most lesz, ez a harmadik, ugye. Szerintem lehet, hogy nem lesz több, hanem most egy ilyen hosszabb folyosó, ahova esetleg majd később tudok bármilyen csapdákat, vagy bármit ki tudok találni. És inkább az lesz, hogy megcsináljuk a fő épületet, hogy azt is, hogy be tudjam rendezni, mert az a baj, hogy meg nem akarok lerakni mindenhova mindent, ugye főleg egy kemence is kellene, hát azt sem nagyon tudom így lerakni, meg nem tudok normálisan építkezni. De hogyha már kiásom, akkor meg majd tudni fogok, ugye. Hát jó, van, így is kapom az XP-t, úgyhogy jön belőle. Ilyen random barlangok miért nincsenek, mint úgy tudom én Minecraft-ban, azt még így élném. Persze nem, ebben nem lehet random, mivel ez előre generált map, ugye ez nem random map. Szóval azt el lehet felejteni. Jó, van, megcsináljuk. Akkor ide egy hosszú folyosó. Azt megcsinálja a Keeper. És akkor ide még el tudok, bármit ide be tudok rakni, ha később mi kitaláljuk. Ezt meghagyjuk lehet fa blokkból, frameből, és akkor lehet, hogy akkor ide még tudok építkezni, vagy bármi. Lehet, hogy valami csapda, valószínűleg valami mélyebb csapdát, vagy valamit ilyet kitalálunk ide. Ebbe gondolkodik a Keeper. Hát ez ilyen kopogatós, tényleg remélem, hogy maradtok azért, kíváncsiak vagytok, hogy mi fog kisülni ebből az egészből. Viszont még egy védelmi vonal lesz, mert ugye még le akarom zárni. Úgyhogy egy lesz még, mert le akarom a főtermemet is zárni egy ilyennel. Szóval nem lesz külön védelmi vonal, de a főtermembe, hogy bejussak, oda mindenképpen lesz még egy ilyen ajtós rész. A gyerekek, elég jobb el akarok fúrni, azért is egy hosszabb ilyen alagútot akarok, hogy ha fölülről is fúrnak, akkor ne az legyen, hogy egyből be tudjanak találni, hanem hogy jó mélyen legyek ugye ebbe a hatalmas sziklába. Itt a jó mélyén ott létezzek, ott tudjak éldegélni. Ezért nagyobb biztonságban érezném magam. Hát jaj, itt kopogathatok egy darabig, amire kiásom, most gyerekek. Úgy látom egyébként a vizemet, mintha jobban használna. De jó, hogy most már nem kell folyamatosan innom ahhoz, hogy staminát töltsek, nem kell kávéznom folyamatosan. Hát ez böszme jó. Erre kell pakolnom erre a szexuál tiranoszauruszra, ugye mindenképpen. És szintet is léptünk, és ugye akkor most már tudok rakni az erőre, ami már alapba ad bónuszt, ugye, azt erre. Headshot damage. Nagyon jó. És ugye, hogy a Sexual Tyrannosaurus-t ezt feloldja, még egy szintet kell emelnem ezen. Tehát ezt fel kell húznom 7-esre. 6-oson vagyunk, fel kell húznom 7-esre, 2 pontba kerül, és akkor rakhatok egyet a Sexual Tyrannosaurus-ba, ami egy pontba fog kerülni, és akkor gyakorlatilag így fullon lesz ez. Úgyhogy ez tök jó. És a legelső skillem, vagyis perkem, amit fúra úsztam. Akkor elmondhatom, hogy van egy olyan. Amit kiúsztam nyílre. Hát ez egy hosszú folyamat lesz, ez egy hosszú alagút lesz most. Úgyhogy úgy csináljuk, hogy ahogy mondtam, hogy a alul felül építjük. Alul felül húzzuk, meg bal oldalt jobb oldalt, és akkor utána majd megcsinálom a konkávokat. Legyen most
csináljuk most meg, hogy ilyen jó mélyre befúrom magam. Úgy gyerekek, azért ebbe a hegységbe, ebbe azért elég jó védett leszek, nem? Meg a jó, mert jó messze leszek a... Ott egy kutya, figyelj, hát nem bírom ki, hogy meröljön a gyerekek, ott van egy kutya. És meg is volt, és kis lőtte, tök jó. Erre is érdemes lenne rakni, hogy a sneak damage-en még nagyobb legyen. Mert általában mindig, én ha lövök, előtte mindig nyomok egy kontrollt, legugolok, ugye? A sneak damage bónusz miatt, mert akkor 3,5-szeres sebzést kapsz. Szerintem erre még lehet pakolnom, és akkor még nagyobb sebzést. De egy rohadt scope-ot még mindig nem kaptam, és már 16. napon vagyok. Most egyébként ugye rá vagyok feküdve, 21. napra ezt meg kell csinálnom bolond biztosra ezt az erődöt, úgyhogy most erre rá feküdtünk. Úgyhogy bocs, hogy tényleg nem foglalkozok más, de ezt tényleg azt akarom, hogy ez bolond biztos legyen. Out of stamina, most az egyszer fogyott el, de tik. 32-es szinten vagyok, gyerekek, és ezt az pár szintet, ezt nem olyan régóta kaptam meg. Figyeljetek, iszok egy kávét még gyorsabban, ugye stamina reget ad, és kipróbáljuk így. Úgy gyerekek, hát így. Így majd, hogy nem pont visszatöltődik. Az elej. Így szinte folyamatosan tudsz ütni. Sőt. Amire áttargetolsz egy másik helyre. Addig vissza... Ó, kávé... Már egy kávé van. De szerintem a következő szinten már... Nézzelj, már abszolút nem kell semmi. És folyamatosan tudok kohálni. Mindjárt meg kell javítanom ezt a csékányt. Bőszme jó, imádom. Oké. Javítást csinálok ám. Ennyi. Egyébként bőven van alapanyagom szerintem, hogy fel tudjam építeni az egész bázist, az egész kódszerájt. Ahogy számolom, ugye azt hiszem 500 darab blokkot csináltunk, elment bőven 345, tehát 250-et használtunk. Szerintem még egy háromszor ennyiből meg fogom csinálni, tehát 750 blokkból föl tudom húzni az egész bázist. Úgyhogy az nem egy olyan túl sok. Nem egy olyan túl sok. Ugye itt most megspóroljuk azt például, hogy lefelásunk egy ilyen fölösleges csatornát, egy tárnát, amiben gyakorlatilag mozgunk. Azt nem kell beburkolni, mert egyből ugye földszinten tudtam bejönni. Úgyhogy ez egy ilyen rendszer, ez sokkal jobb. Én úgy érzem. Ja, hát ez egy ilyen jó hosszú folyosó lesz. Hát szerintem már minimum felével meg vagyok. Azért olyan böszme hosszú, azért ne legyen ilyen végtelen hosszú. Hát, még egy pár blokk, egy 5 blokknyi hosszúság, aztán az már elég is lesz nekem, én úgy gondolom. És akkor ide még ki tudok építeni egy bármilyen csapdarendszert, hogyha akarok. Fákjákat akarnék ki, mert azért már kezd sötét lenni. Na, valószínűleg itt nem kell voltával szórakoznom. Akkor valahol, de úgy utálom, hogy... Ne! Úgy utálom, hogy hogy azok a fákják, ezek olyan hülyén vannak megoldva. Raktunk oda a fákjákat, aztán... Egyébként a fákják enyhén lagoltatják szerintem a játékot. Jó, áskáljunk még tovább. Hol vagyunk? Igen, azt beszéltük, hogy itt be lehet teljesen fúrni, mert ez egy böszmeregy hegység. Ez talán egy ilyen... map széléig elmegy. Ezt tudjátok, hogy kell volna még lefele? Egy ilyen folyamatos lefele lépcső. Vagy rampa, folyamatos lefele rampa. Úgy lett volna az igazi baza. Csak azért nem lett volna jó teljesen, mert ugye lefele zombik is gyorsabban modonnak. Sőt, inkább egy fölfele rampa lenne jó. Védekezés szempontjából. Egy ilyen, amire rálátszom, ugye lassan jönnek föl. És tovább tudod őket lőni. Van egy ötletem, hogy mit lehetne még kitalálni. Például lehetne olyat,
hogy egy verembe beásnak, és körbe-körbe csiga lépcsőt csinálni, ahol fel tudnak jönni, valószínűleg ott fognak, ott jönnének fel, és a körbe csiga lépcső, ugye lehetne folyamatosan lőni őket. Az sem lenne rossz. Minél hosszabb úton jönjenek fel hozzád. Ha van a lépcső, akkor valószínűleg nem kezdenének ütni, hanem akkor fölbollagnának. Hát jó. Várjál ma. Hát, alakul a dolog, de még mélyebbre. Még mélyebbre. Még mélyebbre. De jó lesz. Meg esetleg akkor ugye tudok itt variálni, legyen itt egy hosszú folyosó, akarok bármilyen védelmi rendszert még beiktatni, akkor ne az legyen, hogy már nincsen helyem. Hogy el kell bontanom, sűrítenem, hanem legyen itt egy hosszú folyosó, ahol én bármit azért még ki tudok találni, hogyha nagyon szarba lennék. Tényleg ne legyen abból gond, hogy helyed nincsen, nem tudok terjeszkedni. Ugye ez volt például azzal a helyen, vagy azzal az előző bázissal baj, hogy ott lepogyogtuk, és ott volt ott egy ilyen ajtó, ott oké, hogy tudtam őket ölni, de hogyha ott elbukom, akkor ugye nekem vége. Mert hátul kifutok, akkor Sanyi, ugye ott nagyon kevés föld volt alatt, fölöttem, mit tudom én, ott ilyen 10 blokk, ami nagyon gyorsan átfúrnak, fölülről is ugye. Az se jó dolog, hogyha fölülről fúrnak, meg valószínűleg nem fölülről fognak fúrni, mert van fölöttem 50 blokknyi, vagy még több. Nem hiszem, hogy ott akarnak bejönni 50 blokk, hanem itt akarnak majd bejönni, és itt meg tudok védelmi rendszert kialakítani. Csalást meg abszolút nem akarok. Nézzük, hogy mennyi, hol tartom. Mert ez majdnem jó. Majdnem jó. Mondjuk még egy néhány, jó? Néhány blokk mélység. Még néhány blokk. Kíváncsi vagyok, hány blokki van fölöttem, majd megnézzük egyszer, hogyha fölvegyünk. Hány blokk magasságnyi cucc van fölöttem. És ugye ezt föl lehet szorozni szor 500-zal, annyi durability-e van egy blokknak, meg nem is feltétlenül egy blokk mélység, hogy úgy jönnek le milyen tárnása, hanem ugye nagyobb helyen. Úgyhogy nem valószínű, hogy bármikor is lejönnek. Már nézzük meg, hogyha itt. Hát azért ez már elég messzi van, nem? Védelmi zóna, hosszú folyosó. Ja, valahova eddig. Még néhány blokk. És akkor ez alá meg tudom csinálni azt a házikót is. Most már gyorsan haladunk azért a... ezzel is. Az ásással is. Egyébként azért még egy kávé azért... elelkél. Kávé elelkél. Na mit csinálsz, Keeper? Levegőbe hadonászó? Jaj, de jó. Cukker? Hát, én azt mondom, hogy lehet, hogy ennyi volt. Lehet, hogy ennyi lesz, gyerekek. Megcsináljuk itt is. És akkor még egy, mondhatni egy még egy védelmi zóna, de ugye az már a... nézzem, a főbejárata lesz. A bázisom főbejárata. Ahol ugye tevékenykedni fogok. Tehát ott lesznek a ládák, ott lesz minden ilyen berendezés. Ott lesznek ugye a... oda csináljuk meg a kohókat. Ugye több kód érdemes csinálni, az egyikben mondjuk ezt csinálsz, ezt olvasztasz, a másikban azt olvasztasz. Esetleg több tűzhely, az egyik az vizes lesz, a másik az. Ezeket érdemes most már megcsinálni, most már ez egy ilyen végleges berendezés. Megoldanom. 17 óra 6 gyerekek, kajámos lesz. Majd a craft cuccok vannak még a másik helyen, meg egy-két dolog, azt áthozzuk, mondtad arra, hogyha már tényleg
Szükségeltetik. Jó helyen vannak egyelőre. Úgy gyerekek, ez nagyon beteg lesz, hallod? Most, hogy ezt megtalálnám ezt a helyet, meg én is rettegnék ide bejönni, hogy úristen, milyen egy ízai bál is ez. És akkor ugye kívülről, befele, majd elkezdünk betonozni, meg ugye először cobblestone-ozni, utána betonozni, viszont lesz egy pánik szóval, amelyik re fogok költeni, egyelő bejáratos részre fogok nagyon sokat költeni, tehát hogyha lesz a célom például azt fogom felupgrade-elni, meg lesz egy pánik szoba rész, hasonló, mint az előző Seven Days to Die-ba. Ugye ott lesz a hálózsákon minden, ott az, hogyha esetleg nagyon sokan jönnek, és elvesztek mindent, az éjjel túl reggelig. Mert ha reggelig túléli, akkor ugye ott el tudok már futkorászni a zombikkal, mert akkor nem futnak, akkor esetleg ki tudom írni őket. Nem, valami ilyesmi megoldást, tényleg összetettem. Összetettem kell gondolkozni, hogyha nem akarsz csalni. Mert ugye, ha csalni akarsz, például tudod ilyen szuper trükkös dolgokkal, hogy repülőépületek, meg olyan blokkok, amiket nem tudnak kiütni, ilyen hülyeségeket akarsz használni, akkor nem kell ezt... nem kell annyira megtervezned a bázisod olyan pontosan, meg nem kell mindenre gondolnod, mert elég, hogyha azt az egy játéktechnikai dolgot használod ki, hanem hogyha ezeket nem használod, akkor viszont sokrétűbben kell gondolkozni. Mi van akkor, ha? Mi van akkor, ha betörnek? Mi van akkor, hogyha innen jönnek? Mi van akkor, hogyha elvesztek egy védelmi zónát? Mennyire vagyunk benne? Hát jó. Jó lesz ez, gyerekek. Szerintem itt a legmagasabb, itt lehet, hogy már alacsonyabb. Itt valahol a legmagasabb ez a szikla, úgyhogy tök jó lesz, itt kell kialakítani ezt a részt. Jó, tovább nem is megyek. Oké? Okay? Tovább nem is megyek beljebb. Itt megcsináljuk, ezt ki kell ugye ütnem ezt a sorokat. Megcsináljuk a konkáv részt. Csináljuk a konkáv részt. Felső részt, a konkáv részt, ezt a folyosót befejezzük. Aztán csinálhatjuk a központi tervet, és be is rendezhetjük. Úgyhogy gyorsan lehet haladni, hogyha már. Egyébként milyen idő van az kint? Tök jó, hogy izé, nagyon imádom. Nincsen itt valaki? Valakit lelőnék, gyerekek, ne vagy már, ne legyen senki. Mindenképp meg akarom azt a kis erkélyes részt, hogy onnan tudjak lövöldözni. Mert innen ugye nem látsz rá mindenre, mert lehet, hogy ott a medve baszott. Az a baj, az a medve az nagyon sok lőszert elvisz. És 300... az is 800 valamennyi ízét ad, XP-t, 825-öt, és elvisz rengeteg lőszert, meg minden alapanyagot, meg nagyon szétverik mindent, úgyhogy az fad legyen ott kint. Kár, hogy egyébként nem támadnak egymásra a dolgok, nem? Tudom, medve miért nem támad a zombira, az tök jó lenne. Ez ugye élném. Emlékeztek a régi túlélők naplója izére? Random mapon csináltuk? Amikor a Zombieland felirat volt a izébe a falon, azt meg kell csinálni, ugyanolyanra. Zombieland. Egyébként ez a bázis, tudom, hogy nagyon hajaz rá, csak az a baj, hogy ez, szerintem ez a jó megoldás. Ez a sziklába be, viszintesen, több zóna, de ugye most már van elektromosság, úgyhogy tudunk fejlődni majd, ki tudunk találni tök jó dolgokat. És megint mindjárt egy javítókészletel megy. El kell menni lootolni, mert el fogom használni az ilyen dolgaimat, javítókészletet, meg ezeket. Ahhoz például duct tape kell. Meg lehetne specifikusan lootolni, ugye bemegyünk egy házba, hogyha például klot kell, akkor lebontjuk a függönyöket, vagy minden szart. Most regenerálódjunk. Úgy egyébként, megmondom őszintén, imádom. Tehát annyira tetszik ez a bázis. Már most. Remélem nektek is, ahogy. Jó, van, nyomom a kávét. Sajnálom, gyerekek. Ezt gyorsan akarok haladni. Meg kell nézni majd azt a gatyót is, vagy mi az, amit találtam. Ényesek vagyunk. Azt hiszem, hogy... van nálam, úgyhogy addig hadd együtt.
Benyomunk egy hármat, azt hiszem ez mennyit ad? Tizet. Ja. És majd tudok tojás. Addig kikérem húzni kajával, hogy akkor már ott a belső terembe a helyére rakni a dolgot. Jó, mert ugye itt tevékenykedek, annyira benn vagyok minden, se fölülről, se innen, se onnan, se alulról nem éreznek meg a zombik. Így nem kell attól tartanom, hogy izé, hogy mit tudom én, hogy elkezdik ütni a falat random. Például ott ugye azt csinálták, hogy alul dolgoztam és elkezdték ütni, mert érezték, hogy ott vagyok. Mert nagyon alacsony volt a... az a rész, ahol... Azért kell egy-kettőt ütögetnem még. Ugye megnézem. Ott egy zombi, ott egy rendőr zombi, igaz? Ezt megpróbáljuk. Az pont elment. Jó, jó, merve észrevett. Hű, bazzák. Elért. Megint elérdik. Ó, bazza, miket ide ver? Gyerekek. Nem jó. És ez mi ez, hogy... Nem van bebugol. Nem van bebugol, gyerekek, mi ez? Hallod, öcső, én majdnem bebugolt a medve. Azért ez egy elég jó, nem? Még hogy nem lettem beteg, még ilyen szarok. Hallod, mi a szartól bugolt ez be ennyire? Ez elég, elég gáz volt, mit nem mondjuk. Mondjuk a rendőr zombi meg robban. Azért nem bírja ki a képer, hogy ne kezdjen el lövöldözni rá. Megugolunk. És pont akkor fordul meg, bazd. És ez miért nem talált el? Mi a szar? Meg volt. Egy lövéssel rendő zombi. Az köszi. Te hallod? Ez a merve, ez majdnem bebugolt. Várj, mennyire csapta szét a jó ajtót? 7000. Nem nagyon. Ezt. Erről levert egy csomó szart. Kell hozzá a vas. Az erről levert. Ezt nem kell most. Erről levert egy csomó szart. Az is meg volt. Ura meg izék. Jó van, oké, nem olyan nagy gáz. Itt mennyi? Na. Jó, ezeket lejavítottuk. Amint látom, akkor igazából ezt ütik, más nem is ütöttek, meg az ajtót. Úgyhogy jó. Akkor az ajtókat ütik. Konkrétan, meg itt ütöttek valami falat. Jó, az ajtót nem javítom meg, mert izé kell hozzá úgyis. Vas. Jó, hát ez nem volt a legjobb. Elért. Elért. Elért a, elért a... De a rendőr zombit viszont egy lövés, az viszont fajn volt. Azt tetszett a keepernek. Jó, itt is le kell forognom ugye ezt végig. Bocs, bocs, hogy itt ide, nem se szom az időt. De egyébként jön el az XP bőven, még az ásásból is. Tényleg bocs ez. Hát ez így megy. Ilyen hosszabb részekbe próbálom besűríteni ezt az építkezést. Mert akkor talán hamarabb túl vagyunk rajta. Nem vagyunk rajta hamarabb túl, de akkor nem, itt tudom, nem 5 részig tart az építkezés, hanem belesűrítjük 2-be, érted? Vagy nem 10 részig tart, hanem akkor belesűrítjük egy 4-be. És azért csinálom egyébként hosszabb részekbe. Meg akkor nekem sem nagyon tördelődik szét, mert az a baj, hogyha most itt hagyom, aztán 3 nap múlva meg folytatom, akkor már én azt sem tudom, hogy hol tartottam. Meg ugye az érdeklődés is könnyebben elveszik, hogyha mit tudom én, elkezdek mással foglalkozni. Nézek filmeket, meg ez az tényleg egy elfelejtő ember. Játszani általában úgy szokott az ember, hogy jó, akkor most nyomom, 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 mert érdekel. Amúgyhogy
szándékosan ugye kell szünetet hagynom. A zombi merve az. A zombi ezzel a mervével kell vigyázni. A merve nem játék, gyerekek. Szokták mondani, de ez igaz. Ezzel vigyázni kell. Ezzel baj lehet. És ez, hogyha nyílt terepen megtámad, van egy olyan érzésem, hogy erre kuku. És ha mondjuk egy AK-t vagy valamit, ezt erre kell használni, mert például a sörét semmit nem érsz ellene, meg fut mind az őrült. Úgyhogy ez az egy, ami olyan, ami szerintem, hogy nem kéne nagyon összefutni vele nyílt terepen. Így mind, a kutyák, még a kutya se, mert a kutya is gyors, meg erre mit olyan sebez, mint a barom. De az legalább egy-két lövéstől megfekszik, nem úgy, mint a medve, 28-tól. Ja, ki kéne húzni kajába addig, de lehet, hogy nem fogom kihúzni, hogy a belső helyiséget elkezdjem építeni. Ha egy jó nagy legyen az a belső helyiség, aztán akkor tudok benne létezni. Nem egy ilyen kicsi szar lesz, mint az előző. Oj, de nem volt jó az előző. Abban is olyan ilyen klausztrofób érzésem volt, túl alacsony volt. Szar volt, nem tetszett. Tényleg fordultál egyet, itt az volt. Nem tudtál rendesen elrendezkedni. Tényleg egy kicsit szisztematikusan, mondjuk a kajához rakjuk a kajás dolgokat, mármint a sütőhöz, a tábortűzhöz. Mindjárt végzek ám gyereknek, bocsánat. Mindjárt megvan ez a folyosó, igazából még nem is tudom hányat kell kiütnem. Pillanat. Mit még ki kell ütni. Meg ugye a legfelső sort kell kiütni, és meg is vagyunk elvileg, várja. Itt még van itt ilyen. Úgy. Akkor végig kopogatom azt, akkor csak szórni kell fel a frémeket. És van még egy. Szóval a központi terem. És a központi teremben fogunk ugye mindent craftolni, meg mindent csinálni. Úgyhogy a központi terem, ha megvan, akkor már gyakorlatilag be tudjuk lakni. Akkor már teljes értékű bázisnak mondanám. Még ha nem is betonból. Jó, itt végig kell menni ugye. Ezen a soron. Egy-egy kiütésével. Mindig hátrébb menve. Elég hosszú ez a folyosó, nem? Egy utolsó védvonalnak. Én úgy gondolom. Egyébként azokat a védvonalakat, azokat tudom sűríteni is szerintem. Megduplázni, ide berakni még egyet, oda berakni még egyet, ha úgy van. Meg mögé esetleg még egyet, aztán mindjárt azért több van, hogyha már nagyon nagyon szar lesz a helyzet, meg nagyon sok a zombi, meg még jobban ki kell találni, vagy akkor lehet azt csinálni, hogy ha ide betörnek, akkor csinálni még valami. Jaj, kajaszín, kajaszín, na. Szerintem kifagyunk. Sincsen szerintem több kajám. Vajátok, ezt meghadném már, meg ez. Mi van? Milyen? Ez mi? Hol van? Ez láb. Ja, igen. És ezt kicserélem erre. Nagyon jó. De ennek megint örülünk. Mert ugye gyorsabban vagyunk, meg kevésbé zajongunk. De jó, tök jó. Nagyon állat. Light armor, ugye? Light armor. És gyorsabban fogunk mozogni. Ami nagyon jó. Hát ez... Egyre jobban alakulnak a dolgok. A Z-droppal nem vagyunk szerencsések. Ez mindig úgy megszívott. A konkáv blokkokat kell mindjárt felrakni, csak annyi lesz. Gyerekek, ez elég egyébként baromi betegül néz ki. Szerintem. Hát, kövünk az lesz mi. Nem baj, egyáltalán. Tudok egy csomó nyílveszőt csinálni, lol. És milyen szépen át lehet ugye állni, hogyha tudsz már craftolni például.
komolyabb nyílveszőket, később meg ugye acél nyílveszőket, és szükség is lesz rá, hogy ugye fejlődni fognak a zombik egyre jobban. És hogyha most szintet léptünk egy csomó szintet, úgyhogy szinte észre se vesszük, mert ugye például itt az építkezés alatt meg itt lövöldözgetünk, majd elmegyünk küldezésezni és lootolgatni, meglátjátok, hogy mennyivel jobb cuccokat fogunk kapni, mert nőni fog szerintem a game stage szint. A szintünk több miatt, ugye. Na jó. Oké, meg is volnánk, és akkor jöhetnek ahogy a különböző konkáv blokkok. Másolás, közben gondolkodok, hogy ugye szintén ide nem lehet, úgyhogy ezt majd el kell rendeznem, itt végigrakjuk. Mindjárt jobban látnám, hogy milyen hosszú a folyosó. Tök jó, megvan csinálva, hogy OBS-ből van ez nagyon tetszik. Nem rövid ez a folyosó, gyerekek, nem rövid. Így látszik, mert csak be van borítva. Ezt, hogyha betonból lesz, meg utána ki tudja még miből, hogy meddig fogjuk húzni. Na, de nem lesz szar ez. Oda még jön majd egy normál blokk, csak akkor már megcsinálom az alját. Igen, ezt innen kezdjük. Ó, te ennyire éhes, hogy tesó. Végén még tényleg kell csinálnom egy rohadt. Rohadt tudjátok mit. Tábortüzet. Ide még kellett, igen, és akkor még oda kellett volna. Hülye voltam, hogy bezártam. Hogy? Oké, akkor ide, oda kellene egy kocka. Oké, ide is kellene egy kocka, és akkor ez lesz a vége, jó? És akkor ide megint jön a falacska majd, a következő. A következő, az már a falacska lesz, akkor ennyi lesz a folyosó. Jaj, atollod, baromi jó. Baromi jó. Csak itt ugye ki kell oldalról is, meg alulról is ütnöm. Ide, mert oda is kocka, meg oda is kocka jön. Viszont éhesek vagyunk. És rácsesztem, mert pont nem jöttünk ki kajából. Meg jó lenne volna. Megnézzük, nincs-e valami kajánk, de szerintem már mindent megettünk. Megintem mindent megettünk. Na, ide blokk, oda blokk, oda blokk, kész. Kész. Egyes, kettes, hármas védelmi zónak, közben kikukkantunk. Nincs-e egy zombi, nem eljön. Ha elkezdek flőszet craftolni, akkor meg ugye már idejében fogok tudni. Meg egy sniperöm lenne, gyerekek. Aztán itt XP farm hegyek lennének. Nem látok egy büdös zombit se. Ez lehet, hogy itten ballag, mi? Jó. Jó, nem? Jó. Nem jó? Nézd oda. Oda nézzel. És ez a csőszerű kialakítás, ez nagyon betegül néz ki. Jó, gyerekek, akkor következő. Ja, kaját kell ki, megnézem, nincs a dobozba valahol kaja. Itt van white bush, amit majd meg tudok csinálni. Nézzük, 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 nézzük. Nem láttok kaját? Majd itt egy tojás. Itt valami kaja. Nem látok. Nem látok. Jó, nem is baj. Hát akkor kell csinálnom egy tábortüzet valahova. Aztán majd valami lesz. Várja! Nincs rácsom, igaz. Ugye? Nem hoztam át a rácsot a másikből. Húha! Mennyi ideig tart átmenni? 40 perc oda, 40 perc vissza? Ez pont 10 óra. Meg még a rács. Nem érek vissza. Nem jó, jaj, várjál! Tudok bármit is sütni. Nem örülök neki. Elcsesztett, Keeper. Elcsesztett.
Leszkreppeltük a üzlet. Nem tudsz semmit, bazza. Hát akkor muszáj lesz motoroznod, tesó. Ajjá, hanappal mindenképpen, hol a motor? Mi a fasz? Kidobtam a motort, mi? Elfelejtettem, hogy nem csak úgy kidobjuk. Azért jó, bámult a zsákba a motor, mi? Gyerekek, húzzunk bele. A franc ez az irányítás, hogy... Ó, a rács, a rács! De én nem akarok éjszakot maradni, úgyhogy visszajövünk mindenképpen, gyerekek. A rács! Ott maradt a rács, meg a főzőedény. Éjszaka kell visszajönni a motorral, igaz? Meg tudjuk azt mi oldani? Én hülye van, megint a hülyeséget csinálom. Nem akarok ott maradni éjszakára, fölöslegesen. Jókor jutott eszembe. Én hülye, én hülye. 20 óra, 5 fel. Nem fogunk visszaérni. Csak az a baj, ott meg olyan zombik vannak, hogyha összetalálkozok például, tudom én, egy falka zombival ott. Meg nehogy keselyű is jöjjön. Hú, de meg voltam nyugodva, hogy csomó kaját szereztem. Erre gondoltatok ti? Hát is semmi. Ja. Hát ez nem baráti. De én nem akarok ott maradni, én vissza akarok jönni. Akarok dolgozni a kecón. Nem akarok éjszakára ott maradni, mit csináljunk? De én elkezdek motorozni, ilyen biztos nem lesz jó nekünk. Mert ezek akkor futnak, baze. Meg lövök egyet. Megint jön egy csara Erlivel. Lefutják a motor, gyerekek? Mit gondoltok? Ez itt a kérdés, hogy lefutják-e a motort. Ha nem futják le a motort, leszorom. Na gyerekek, lefutják a motort a zombik éjjel, vagy nem futják le? Hoppa. Vissza kell jönnöm pedig, én nem, ott nem maradok, abban biztosok lehettek. Te, ha ezért nem tudom a kemencét szétkapni, azt meg kéne nézni, hogy a kemencét nem tudom szétkapni. Csőkulcsa, nem tudom, a csőkulcs az, szerintem ott maradt még. Nem, régen szét lehetett. Régen szét lehetett. Meg kell próbálnom, nem tudom. Menjünk már gyorsabban, more, gyorsan, gyorsan. Telekeknek itt már, telekeknek itt levágjuk. Viszont egy 12, de durva lesz, visszajön éjje, bazd. És szerintem jobban védhető lesz, hogyha lesz ide is, ugye, humán horda. A humán horda most kicsit halaszba van, gondolom észrevettétek, de fog lenni, mert semmi értelme nem lenne így. De fog lenni. Amíg miért ide jövök, mindig annyira hülye vagyok, komolyan mondom. Figyelj, 40 perc vissza az út. Úgyhogy baromi gyorsan. Lut, 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 lut! Mennyi már, bazd? Baromi gyorsan, gyorsan, 40 perc az út vissza. Tehát, 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 tehát... Futás, 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 futás. Oké, okay, oké. Okay. Ebben van valami, nincsen. Craft item. Gyorsan, craft itemeknél van egy csőkulcs. Próbáld meg szétszedni képer maga gyorsan. Nem tudom, hogy hogy fog működni. Nem így. Nem, nem, mi az? Nem engedi. Ütni engedi ezzel, nem tudom az. Nincs valami opció, elvel. Nem, nincs, nem tudom. Most ezt szétverjem? Gyorsan találjuk ki. Nem, mert ez izélni fog, ez meg fog semmisülni. Szóval mondjuk leszarom, mert nincs benne semmi. Jaj, de jó. Megsemmisült. Jó, hálózsákat kéne vinni. Aztán meg. Mit vigyünk még valamit, gyerekek? Nem kell nekünk semmi? Nincs loot, nem tudom. Gyorsan húzzunk vissza.
vissza. Ugye a legfontosabb ez volt. Tudom, még vihetnék most, de nem. 21-31, gyerünk vissza. Megyünk elő valami olyan fegyvert, amivel tudok hatékony lenni. Ezzel nem fogok. Hamosan, gyorsan. Búj, menj ma. Megvan a izaink, ugye? Megvan a rácsuk, meg a többi. Próbálom levágni itt az utat. 36, jaj! 20 perc! Túl vagyok csúszva 15 perccel, tehát 22-15-kor fogok odaérni. Csavar kulcsa, nem tudom mivel kellett volna nyomnom, jobb gombbal is, meg bal gombbal is ütött. Azt írtátok, hogy azzal lehet szétszedni dolgokat. Tök mindegy, ott úgyse fogok létezni, nem fogok ott azért emelni, hogy ott süssek bármit ki. Mint ilyen vasat vagy clayt, nem is volt benne semmi. Ugye direkt kiszedtük a clayt is, kiszedtük belőle a vasat is. De semmi gond ezzel. 44. Jó, hogy időben gondoltuk, hogy gyorsan induljunk el, így még azért van esélyünk hazaérni. De amúgy nagyon nem lenne van. Próbálok minél rövidíteni. Minél inkább. És akkor már a hálózsákom is ott lesz. Jaj, de jó! Bár azt igazából kraftolhattam volna ennyi erővel, ugye? 49 mindjárt ideje lesz, mindjárt 10 óra. Aj, menj már, bazd, menj már. Menj már, te motor. Lehet, hogy nem futja le a zombi, lehet, hogy nem gyorsulja le a zombikat. Ez a csávó, ez mindig itt van. Itt akárhányszor eljövök, ez a csávó, ez mindig itt van. Itt stoppol. És jó, hogy nincsenek madarak, mert az még ugye mindig le kéne szállnom, mert az lerepül. Ami gyorsabban repül, mint én motorral megyek. 54. 55, és itt a bal oldalán arra nagyon ennek a ravatt idejének utnak. 56. Ennek nem örülök. 50. Ma itt elhalítoznak. Na mindjárt ki fog derülni. Egy darab zombi lehet, hogy kinyír, mint a szar. Jó, elég sok HP-m van. Ugye Lighting Armor-ba oké, hogy gyorsabban mozgok, viszont... Most 22 óra, na gyerekek, most aztán bajok lesznek. Ha esetleg észreveszünk előttünk zombit, akkor kerüljük el, vagy nem tudom. Főleg bal oldalról, bazza, ilyen rendőr zombik, meg ilyenek. Meg fogunk dögleni, érzem. Menj már bazzik, fölfele dombon, itt most még támadjon be egy zombi, az hiányod meg. Értem én egyébként fölfele nehezebben megy, de akkor lefele menjen gyorsabban, nem? Motorozok éjjel bazzik, én is se vagyok normális. Ilyen medvecki medve mi, még megugrana. Húzódjunk erre. Tudom, jó hangos tudom akkor. Itt egy zombidik. Na most már nagy legény vagyok, figyelj-e! Öntöbéd. Gyere ide, barátom. Jó, nem csavarkú, nem kéne megszerelni. Öntöbéd mindjárt nagy legény a keeper, mi? Jó, megcsináltok, bazzik. Hülye gyerek voltál, bazzik, majdnem meghalt. De azért összehoztuk, nem? Na, összehoztuk. Lehet, hogy egyébként lehet, hogy volna sütni benne valamit. Hol van a fa? Hol a fa főnök? És békön és tojás, három, nem halszunk ilyen gyerekek. És a maradék... Grillezett a kizelyik hús, öt. Megoldódott a kérdés! Na, jó volt. Szerintem megmondom őszintén, büszke vagyok magunkra, tök jó voltunk. Rakjunk egy izét. Fuck you-t. Teljesen frankó voltunk. Rakjuk ide két fátyát. Ezt egyelőre jó. Itt van egy kis távol, tízünk is, tök jó. Mindjárt eszünk is egyet.
Jó, de jó, gyerekek, tök jó. És már is építkezési. Megcsinálom ezt az utolsó helyet. Oh. Hülye gyerek, bazd, befúrja magát. Á, de imádom. Befúrja magát ide. Na, megcsináljuk ugye a következőt. Most már itt a fal jön, szóval nem rafkózunk, hogy még beljebb ásunk. Azt a falat megcsinálom mindenképp ebben a részben, és akkor innen folytatjuk. Nagyon szeretem. Rá vagyok függve erre a játékra, mint az állat. Igen, itt már fal, ígérem, itt már fal lesz meg az ajtó. Nem rafkózok tovább, nem ások mélyebbre. Hát ez a csavarkulcs, ez nem tudom, hogy működik, dik az. Egy középső gomb, vagy mi a szart kellett volna nyomni? Hát jó van, gyerekek, most már ez van. Ugye? Úgyhogy bocs ez, ez van. Ide kell rakni ilyet. Ugye ennek az ajtónak a kialakítása olyan lesz, mert igazából milyen lenne más. Meg ugye lehet, tudjak védeni valamit is rajt. Úgyhogy ez ilyen lesz. Viszont belül már nem folyosó folytatódik, hanem egy nagy terem. Egy jó nagy terem, amiben bőven el tudok férni, tudok lakni, tudok craftolni. Egyébként az ágyikomat lerakhattam volna. A pánik szobában meg nem nagyon lesz más, mint az ágyikom, esetleg egy szekrény, fegyverrel, meg ilyesmivel. Ha nagyon beszopok, fegyver, lőszer legyen nála, ott. Ez hogy volt? Egy teljes sor fönn. Teljes sort fel. És akkor ott már jöhet a mehet. Jöhet a terem. A terem az jó nagy lesz, gyerekek. Úgyhogy meg is csinálom lehet a szélességet egyből. Jó nagy lesz. Mert én szeretnék egy nagy teremben lenni. Lehet, hogy még magasabb is lesz a belmagasság, még ennél is. Hát mondjuk ennél nem kéne nagyobb, nem? Belmagasság. Már aztán lehet. Lehet nem magasabb a belmagasság. Az alját megcsinálom egyenes. Ezzel odavertem ennek. Egyenesre a tetejét meg ilyen konkávra. Ez nekem úgy bejön most, ez nagyon tetszik. Sőt, lehetne egy ilyen tetőszerkezetszerű, mert egy csomó fajta blokkot lehet, miért mindig ugyanazokat használjuk, nem igaz? Kinézzünk. Kinézzünk, mindig jó. Hát, ha megölünk valakit. Itt már ugye begugolunk. Kösba. Ki kell fáklyáznom, meg ki kell világítanom azt a környéket, mert ha lesz elektromosság, akkor ide élünk. Azt csináljuk, hogy azt mindenképpen bevilágítjuk, mert ott mennek a zombik, és nem látjuk meg őket, pedig tök jó lenne megölni őket. Ezt imádom, minden sutyiból lövöldözni, az megint egy izé katona az. Miért nem találja el a keeper? Mert béna, mi? Ott kettő is van, te. Valamiket csak eltaláljuk. Ugye futám el rá. Jó, de jó lesz. Miért lövöldözök, amikor nem látom? Béna vagyok. Te ilyen zombit még? Szerintem elmondom nektek, hogy gyerekek, ilyen zombit még nem is láttam. Ez komolyan. Ilyen zombit nem láttam még. Lelőttük egy lövésre, bazze, ez annyira jó! Ki kell világítani ezt a környéket a másnap fákjával addig, amíg izé nincsen éjszakára, hogy tudjak jobban lövöldözni. Imádom. Skubizunk. Aj, de jó, nagyon jó, nem? Élvezetes. Élvezetes, tök jó, hogy ide költöztünk, hát imádja a képer nagyon. Na jó, elbúcsúzok, bassza, mert én annyira el vagyok ám itt, hogy mint az őrült. Na innen, ugye innen fogunk kinézni. Ó, itt még lehet majd valami csapdákat. Na jó van, csácsúj, csőtészt a csokoládé, sziasztok gyerekek!
elbúcsúzom, mert annyira izgulok.